most kérem szépen ott tartottunk, hogy eljutottunk 1967-ig, mégpedig egy olyan életútról beszélgettünk itt Schwab Richarddal, amely azt hiszem, hogy a megért 9 évtized Magyarországát megmutatja nekünk, a társadalmi változásokat, a gazdasági változásokat, méghozzá személyes példáján keresztül. Ez nagyon-nagyon fontos volt eddig is, és most 1966-ot írunk, hiszen bár egy kicsit már túlszaladtunk, de azért volt egy olyan fontos momentum, amit nem említettünk, és különlegesen fontos az ön életében. Köszönöm szépen. Akkor 66-nál folytatnám. Beszéltünk arról, hogy a Velence szállót 65. december 31-én bezártuk a felújítás miatt, rekonstrukció miatt. Tehát 66-ban a vendéglátó bárt a Liszt Ferenc utcai művelési ház fő nagy termébe tartotta meg a vállalat. Akkor én ott, mint vendég jelentem már meg, és véletlen úgy hozta, hogy egy asztalhoz kerültem Karl Zsuzsannával, aki egyébként szinte a vállalatnál dolgozott, csak a könyvelésen. Az illám úgy kívánta természetesen, hogy az asztalán ülő férfiak felkérjék a hölgyeket. Így kerültem közelebb, hogy így mondjam, Zsuzsihoz. Egyszer-kétszer táncoltunk, és nagyon jól éreztük magunkat, gyakorlatilag egymás mellé ültünk, és az egész este hát egymás társaságába telt el. Este vége lett a bálnak, hazakísértem, és megállapodtunk abba, hogy folytatjuk még ezt a találkozást, legközelebb összejövünk. Hát ebből aztán barátság alakult, közben megtudtam, hogy a Közgazdasági Egyetem levező hallgatója, én meg 66 tavaszán akkor kellett államvizsgáznom a kereskedelmi főiskolán, úgyhogy mi a ketten elég el voltunk fogva, a munka mellett dolgoztunk, mellette egyetemre, főiskolára jártunk, sőt államvizsgára készültem. Ettől függetlenül azért időnként, ha lehetőségünk volt, találkoztunk. A tavasz felé, április-májusban, ma úgy éreztem, hogy egyszerű kollégális kapcsolatnál több van köztünk. Nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságába, így mentem ilyen érzéssel neki az államvizsgának, és miután több napon keresztül más-más tantárgyból volt az államvizsga, nem mentem haza Fehérvárra, hanem Pesten a unokanővérem húgomnál laktam, és onnan jártam be a főiskolára. Minden nap levélbe, egy levelező lapon tájékoztam a Zsuzsit, hogy hogy sikerült a vizsgán. Szerencsére jeles volt minden alkalommal az eredmény, úgyhogy boldogan küldtem a lapokat haza. Beperesztek az államvizsgát, boldogan mentem Fehérvárra, és készültem, hogy találkozunk Zsuzsival. Sikerült is másnap, és hát kedvesen fogadott. Gratulált az eredmény a vizsgámhoz, és ugyanakkor megmondta, hogy gondolkozott a kettőnk kapcsolatán, és úgy döntött, hogy ne folytassuk tovább, legyen, szakítsuk meg, fejezzük be. Megmondom őszintén, nem sértődtem meg, mert tudomásom volt azért arról, hogy a szülei nem túlságosan lelkesednek azért, hogy én már nős vagyok, nem váltam el, van két lányom, hát ez egy elég rendezetlen családi helyzet, családi állapot, és hát a szülők ellenezték a kettőnk kapcsolatát. Tudomásul vettem, gyakorlatilag szakítottunk. Folyt a nyár, jöttek a rendezvények a Velencébe, el voltam, majd még el visszatérek, csak végig akarok menni ezen kis történeten, eljött a szeptember, október, ugye folyt a rekonstrukció a Velence szállóba, és én rendszeresen, bár a kiskolács vezetésével voltam akkor megbízva, de azzal is, hogy kísérjem figyelme a munkákat. Egy alkalommal kint voltam a szállóba, és jöttem hazafelé, be akartam menni a központba, hogy beszámoljak, mit tapasztaltam, hogy állnak a munkák, és mi a véleményem.
Kossuth utcába összefutottam Juzsival. Hát én udvariasan köszöntem, akartam tovább menni, és akkor visszaszólt, hogy egy pillanatra szeretne velem beszélni. Hát visszavarultam, és mondta, hogy sietek-e, nagyon szeretne velem beszélni. Jó, hát örültem neki, meg bevallom őszintén, hiányzott már a társaság, és akkor nagyon szívesen javasoltam, hogy menjünk be a Várkapu eszmeszóba, az szemben a Vörös, nem tudom, tudja, a Fehérvárok tudják, melyik volt a Várkapu presszó. És ott nagy örömre azzal kezdte, hogy szeretné, ha a júniusi beszélgetésünket semminek venném, nem isnek, meg gondolkodott, és hát folytassuk ott, ahol a tavasszal, milyen jól megértettük egymást, ő nagyon szívesen folytatta tovább, ott a bajtuk a tavasszal. Hát persze, nekem nagyon örültem, kocintottunk rá, és úgy búcsúztunk el, mintha nem is lett volna a szakítás. Utána megtudtam, az egész változás azért történt, mert a nyáron Rüri kiment Svájcba, kiküldték a szülei a unokatestvéréhez, ott 56-ban ment még ki a unokatestvére, és hogy könnyebben felejtsen, kiküldték nyárra, kiment a szabadságát, Svájcba töltötte. Közben az édesapja, ez később a Kovács Pál volt igazgatótól tudtam meg, hogy bement hozzá, és érdeklődött utána, mert valóban az volt a helyzet, hogy szülők tudni akarták, hogy nem ismertek engem, hogy egyáltalán utána érdeklődtek. És miután az igazgató a legjobbakat mondta rólam, mikor Zsuzsi megjött Svájcból, és hát, hogy mondjam, kitartott mellettem, szülők hozzájárultak, hogy folytassuk tovább a kapcsolatot. Tehát nem állt a kutyába a kettőnk kapcsolatának. Hát ezért volt a Várkapu találkozó, és így, hogy mondjam, a szülői beleegyezéssel találkoztunk egymással. Tehát ez tulajdonképpen az osztályidegen vendéglátósnak a csoda története, hiszen ennek a házasságnak lett a gyümölcse. 1971-ben megszületett Ricsi. Azt hiszem, hogy ez akkor egy nagyon szép nap volt. Hát az. Mindenképpen. No, hát ez volt egy bizonyos értelemben dráma és az öröm. Hogy folytatódott, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy amikor erről beszélgettünk már, azért a párton kívüli kiváló dolgozó fejezetből egy csomó minden kimaradt még mindez idáig. Hiszen a párton kívüliségre bizonyos értelemben akkor, abban a korban mindenki büszke lehet. Hát én nem is lettem pártok, az igazság az, hogy én kitartottam. És szerencsém volt, majd ha megérde egy rekítélek rá, hogy Takács, ugye kicsit megszakítani, de folytatnám ott, hogy igazgató csere lett 66 augusztusában a vállalatnál. Bocsánat, 67 augusztusában, elnézést tévedtem, 67 augusztusában. Ugye akkor már Zsuzsival jobban voltunk, megállapodtunk abba, hogy még 66 őszén, hogy rendezni kell az én családi helyzetemet, mert ahhoz, hogy komolyabb legyen köztünk a kapcsolat, és házasság is jöjjön, ahhoz nekem rendezni kell a házasságomat. Én ezt közöltem is a volt feleségemmel, hiszen 565-ben elment a gyerekekkel Fehérvárról Budapestre, egyedül laktam édesanyámmal Fehérváron, tehát gyakorlatilag házasság, nem is volt, 60 km távolság voltunk a másfél éve egymásról. És közöltem vele, hogy ez így nem fönntartható helyzet, váljunk el. És a válasz feltételnek a megközös megegyezés alapján történő házassághoz, vagy bontáshoz úgy járult hozzá, ha én írásba adom azt, hogy az én hibámból szakadt meg a házasság. Hát persze ez nem volt igaz, mert ezt elmondtam, hogy tulajdonképpen
ott voltam pénzékis, hogy mondjam, eléggé kisemmizve, és ő fölvett Pestre lakás, és ott laktak. Neki meg volt a gyerekeknek is a lakás, nekem nem volt. Tehát azért nem mentem akkor gyerek fölvelük, mert arról beszéltünk, hogy közösen veszünk lakást, és akkor közölte velem, hogy a lakások az ő nevén lesz, azért akkor nem mentem, hiszen bármikor ki lehet akkor engem onnan tenni, aztán mehetek a híd alá. És hát ennek ellenére mondtam, hogy ezt még meg kell gondolnom, hogy adok egy ilyen papírt. És Zsuzsival megbeszéltem ezt, közöltem vele, mi a feltétele volt feleségemnek, és abban maradtunk. Ez ne legyen akadály annak, hogy közös megegyezéssel legyen a válasz, mert azon át tudnak választani, ha meg pereskedni kezdünk, az évekig is eltartott, és az semmiképpen nem cél egyik műnése. Úgyhogy közösen megbeszélve a Zsuzsival, közöltem, hogy kérem, azok ilyen papírt, adtam egy papírt, gondoltam magamba, hát engem ez olyan, fontos, hogy közös megegyezéssel legyen meg a válás. Mikor ez meglett, 67 tavaszán a bíróság kitűzte a vállóperes tárgyalást, és miután közös megegyezéssel volt, 10 perc alatt az egész lebonyolódott. Így 67 februárjában, márciusában, áprilisában független ember lettem. Nyugodtan tervezhettük az összeköltözés, vagy a házasságunkat a Zsuzsival. Ezután volt az, hogy Tilinger Pistával megbeszéltem akkor, hogy a lakástéma rendben van, közben megépült a Velinci lakótelepen az első lakótelep, és ott, hogy be is tartotta az ígéretét, és megkaptam a lakást a lakótelepen. Tetszik, hogy melyik a Velinci? Igen, igen. A technikaháza mellett az első épületbe kaptunk lakást. Ki is tűztük az esküvőt 67. október 5-ére, és utána elvoltunk Miskolctapolcán, utána elfoglaltuk, mehetünk az új lakásba, édesanyámnak meg megmaradt az egy kis szobás lakása, így mind a kettőnek megoldott a lakás problémája, és összes tudtunk házasodni Zsuzsival. No, beszéljük a munkáról, hiszen azt hiszem, hogy amikor ezt a történetet, ez egy legendás történet nyilvánvaló, hiszen a lelke jobbik felét valaki hogy ismeri meg, és hogyan jut el vele a boldogságig, ez nagyon fontos. Viszont a munka nem különben, hiszen ön mindig is a munka embere hát, volt. Közben természetesen a Velence szállóba ment a munka, meg ahogy a megyei párbizottság másodtitkára ígérte, megkaptam írásbeli dicséretet a Kádár fogadásával kapcsolatos munkánkért. Ettől kezdve az összes párt és tanácsi fogadást, akár külföldi, akár, hogy mondjam, kiemelkedő személyiségű belföldi vendégét, mivel jött bármelyik helyre, tehát akkor akár a Tapolca Jenő bácsihoz, akár a megyei párbizottságra, de még Dunói városba is sokszor is áthozta a Tapolca Jenő bácsi hozzánk, tehát az összes rendezvény nálunk bonyolódott. Ez rangot jelentett, ugye? Ez rangot jelentett. És akkor már ott tartottunk, annyi, ugye akkor fejlődött legjobban Fehérvár. Akkor lett tulajdonképpen egy kis mezőgazdasági középvárosból, megyeszékelyből, egy országos jelentőségű ipari város, kulturális és sportközpont. Igen, centrum. Mert hogy én is emlékszem még arra az időszakra, bizony Székesfehérvárt Dunaújváros rovására, vagy, tehát igen. Székesfehérvár volt a szenvedő fél, elhanyagolták, igen. És azért csak-csak egy poros, koszos, ahogy ön mondta, mezőváros jellege volt, igen. Omladozó épületekkel, és aztán nem olyan volt, mint a fejlődő. A főutcán és a Liszt-Ferenc utcán még szekerekkel. Igen. Állatlepényekkel, mert nem lehetett rá is menni a mai Fehérvár. És ön végig kísérte ezt a fejlődést. Igen, ezt, mert kitérnék ma ilyen. És na, szóval ott tartottunk, hogy ezek a rendezéket egyre több rendezvény volt,
egymástán jöttek a gyága, a videótól, a köfém, az Ikarusz, a könyvfém, a szerszámgépgyár, a lakótelepek is, a gyárak is, a közintézmények is, tehát iskolák egymástán nőttek ki a földből. Ennek megfelelően bőven akadt munkája az embernek, megkaptuk az iskoláknak a étkeztetését, úgyhogy mi végeztük az óvodások, általános iskolások, középiskolások közétkeztetését, tulajdonképpen lassan, mint oda került hozzánk. Úgyhogy volt tennivaló elég, tulajdonképpen ehhez kellett kialakítani egy új vállalati irányító szervezetet, vagy központot, és nem csak az, hanem ahhoz, hogy elég szakember legyen, hogy ott már 57-ben említettem, attól kezdve megkezdődött a szakmunkás képzés, de üzletvezető képzésre fontos volt, mert új üzletek létesültek, hát ennyi üzletvezető nem állt volna a rendelkezésre, és a kereskedelmi iskola beindította a felnőtt üzletvezető képzést. Hát itt elég jelentős szerepet kaptam, mert áruismeretből, felszolgálásból, cukrás, szakács technológiából én okítottam a felnőtteket, jövendő üzletvezetőket. És ez rendkívül felelősség. Hát, de ugye eléggé, nekem nem egy túlságosan, nem volt nehéz, mert megvolt a mesterlevelem, tehát ott a mestervizsgálomra kell készülnöm, főiskolán akkor ugye ezekkel csak foglalkoztam, és volt tananyag, amit csak a legfeljebb át kellett néznem, hogy a tananyag menete szerint végezem, úgyhogy 4 tantárgyat én vittem. Hát így megismertem az üzletvezetőket is, megismertem már a tanulókat, megismertem üzletvezetőket, sokkal könnyebb helyzetben voltam. Igen, ez a bizonyos értelemben ez egy lépcsőfok. És amikor arról beszélgettünk, hogy már a 40-es években ugye mestervizsgát kellett akkoriban tennie egy ember fiának, ha szeretett volna a saját szakmájában jól dolgozni, akkor az kiderül 30 évvel később, hogy az milyen jót tett. Hát igen, egész furcsa az élet. Egész, ha visszagondolok az életem, nagyon sok olyan esemény történt, és az olyan fordulat az életemben, ami csak a Jóistenek a segítségével volt megoldható. Na most jött a másik váratlan fordulat. Ugye volt az igazgatóváltás 67. augusztusában, megmondom, én nem örültem neki. Én a Kovács Pállal, Kovács Palival mondhatom így, nagyon jó viszonyban voltam, soha összeütközés nem volt, egy józan, becsületes, rendes párttagra ismertem, akivel jó volt együtt dolgozni. Ha az ember elvégezte a munkáját, azt elismerte. Úgyhogy mikor leváltották, nem leváltották, áttették a tüzéphez azért, hogy a Takács Cserűnek legyen helye vendéglátónál. Takács Cserű nem tudtam semmi egyébet, mint hogy Dunajvárosból jött, ott AVH vezető volt, az AVH-nak volt a vezetője, ami részem nem volt egy olyan jó ajánló levél, hogy most hogy viszonyulni majd hozzám. Hát ezért nem nagyon örültem a változásnak. De hát az tulajdonképpen közvetlenül akkor még egyáltalán nem értett engem az igazgató váltás, azért mi csináltuk a dolgunkat, nem nagyon foglalkoztunk, nem volt dolgom ezzel foglalkozni. Mint említettem, nagyon gyakran hívtak a párbizottságra, vagy a tanácshoz, rendezvények miatt. És egy alkalommal decemberben, 60. decemberében szintén szóltam, kaptam egy telefont a párbizottságról, hogy menjek be. Hát meg voltam győző, hogy meg valami rendezvényről lesz szó. Akkor lepődtem kicsit meg, mikor nem a megszokott propaganda, ahhoz a kollégához, vagy elvtárshoz kerültem, aki ezek az rendezvényeket bonyolította, hanem a másodtitkárhoz irányítottak. Hát nem tudtam elképzelni, hogy miért kell nekem a másodtitkárhoz menni. Homok Jóska volt akkor a másodtitkár. És nem megyek, nagyon gyorsan fogadott, leültet, és közli velem, változás lesz a vendéglátó vezetésében.
kereskedő igazgató helyettesnek rám gondoltak. Tehát most jött vissza az, hogy elismerték a Velencében végzett munkámat. Meg biztos befolyásolt az is, hogy kitűnően államvizsgáztam. Szóval csak ezt úgy utólag tételezem fel. Lényeg az, hogy a Jóska közölte, akkor még nem Jóska, a komolykiállítás közölte velem, és hát, hogy megvallom őszintén, először megijedtem. Hát én nekem a Velencében jó dolgom volt. Mindig hálózatban akartam dolgozni. Én vendéglátós voltam, azért mentem a vendéglátófőiskolára, sem a közgazdasági egyetemre, oda ismertem volna. De az egy irodai munka központban, nem az én világom, gondoltam. Tehát ki merte ezt megmondani? Hát örülnöm kellett volna, hogy kiemelnek, és hogy vállalatnál átvezető ember leszek. Hát azért gondoltam, annyit megmondok, de hát homokjártás, én nem vagyok ám pártag. Hát hogy leszek én vállalati vezető helyettes? Ne törődjek vele, válaszolta. Takács elvtársa meg van ezt beszélve, őnek elég széles a válla, meg a háta, ő majd a pártvonalat viszi, nekem a szakmai vonalat kell vinni. Hát mit lehet erre mondani? Örülnöm kellett, hogy kineveznek. Bevallom őszintén, anyagilag semmit nem jelentett előnyt nekem, mert a alapfizetésem több is lett, de hozzával jutalékok, meg egyéb jutatás azért jó egyensúlyban volt, hogy keresettem kb. Mint szállodavezető, azon, hogy bemegyek a központba igazgató helyettesnek. De hát el kellett fogadni, elfogadtam, és itt lettem. Ja, és ugye mondta, hogy most ne szólj kerül senkinek, majd jövő, tehát 68 februárban, márciusban megkapom a hivatalos megbízást is. Így is történt. Megbízták, eljött az idő, szóltak, hogy menjek be a központba, ott várt a megyei tanács kereskedelmi osztályvezetője, a Tajber Gyuri, meg a Takács Jani, az igazgató is, közölték velem, hogy hát ezt a változást is kezemben nyomták a megbízó levelet. Miként lehetett megtanulni vezetőnek lenni? Hiszen azért kicsit más, ahogy mondta egész, az imént, egész más a mert egész más az a vezető. Egész más munkakör, egész más mindent. Azért nem is lelkesedtem érte. Hát más kint hálózatban vendéglátósnak lenni, és más központban benn a logisztikát kialakítani, a vállalatvet, és tulajdonképpen, mint kereskedelmi igazgató helyettesnek, a könyvelésen, a szemüzeti munkán, üzemgazdasági, esetleg valamit, minden hozzám tartozott. Tehát a szállításra, a beszerzésig, az állóeszközöktől, az eszköz és az áru beszerzéséig, minden hozzám tartozott. Tehát egy óriás felelősség. És ugye tudtam már, hogy mint később, azért pár hónapulva rádöbbentem arra is, hogy milyen fejlődés van itt. Hát szóval volt elég tenni valami is. De azért az ember, hogy mondjam, belátanul ebbe is. És voltak-e nehézségei? Hiszen ez bizonyos értelemben ez egy teljesen más munkát igényel, ugye erről már beszéltünk. Tehát volt-e olyan pillanat, amikor megbánta ezt a váltást? Hát volt. Megmondom, hogy volt. Mert bármennyire is jónak tűnik, tehát maga a pozíció is, ha úgy tetszik, az egy nagyon fontos dolog, a pozíció viszont más jellegű munkát kíván, más jellegű mentalitást kíván. Hát egész más nem lehet hasonlít. Én, aki soha nem szerettem az irodai munkát, rákényszerültem. És ráadásul ott kell ülni egy irodában. Irodai munkát. Hát sokat kell ott lenni, hálózatban is, de rengeteg adminisztrációs tevékenység van, rengeteget kell hozzá olvasni, mert bejövő jelentéseket átadni, kiadni, mert az egész más, de bőven ott akadt tenni valója az embernek. Ugye mindjárt már egy-kettő hét volt a nyár, a Velencei tónak az ellátása a mi feladatunk volt, a mi felelősségünk. Hát gyorsan beleestem, hogy mondjam, a mélyvízbe.